Tolna megye több pontján árulják az édespiros gyümölcsöt magyarként. Messziről hirdeti a tábla az út mentén, hogy hazai gyümölcsöt értékesítenek az adott szamóca árusnál. Ám résen kell lenni, előfordul, hogy bár magyar származást tüntetnek fel, import szamócát kínálnak a normál ár többszöröséért. Sajtó információk szerint a nagybani piacon csomagolják át az árusok az import epret, hogy aztán magyarként árulják tovább. Ezen keresnek a legtöbbet. Így lesz a 300 forintos import eperből 1800 forintos gyümölcs. Az árusok azt állítják, jól látható jelei vannak annak, ha másik országból származik a portéka. Kérek kettő egy kilósat, jó? Igen. Ennél a körforgalomnál levő árusnál nagy volt a forgalom a zuhogó eső dacára. A visszajáró vásárlók folyamatosan érkeztek, hogy friss magyar epret vegyenek. Ők is azt mondják, az íz és az állag árulkodó. Az az igazság, hogy az unokáknak viszem az epret. Nagyon szeretik, hát a héten már most harmadszor vagy negyedszer vagyok itt, és jobb, mint a szupermarketben kapható eper, mert az kemény, íztelen, ez viszont nagyon édes és nagyon finom. Sőt, Mihályék azt mondják, ők nem a nagybani piacról szerzik be a jelenleg árult hazai gyümölcsöt. A vevőkörük pedig állandó, jól tudják, milyen minőségű árut kapnak a pénzükért. Most Dunavecsérről hozzuk a magyar epret. És előtte? Előtte meg a nagybani piacról hoztunk görögországit, azok is nagyon finomak voltak, de hát azért a magyar más. Sajnos külföldi epret magyarként árulták, ez tényleg igaz. Főleg az elején, amikor még nagyon drága volt a magyar eper, 5000 forint volt a nagybani ára, már találkozhattunk 2800 forintos magyar eperre. Hát az egyértelmű, az magáért beszél. Tehát nem lehetett az magyar eper. Sőt, Mihály úgy véli, a tisztességes kereskedők megítélését rontják ezzel a csalással, hiszen elsőre nem mindenki ismeri fel, hogy az import olcsó epret keresztelt át hazaira az árus.